Sziasztok, köszöntök mindenkit az Úton Állok Plusz jubileumi adásában. Mellettem az a Kővári Barna ül, és ő lesz a beszélgetőtársam, aki az elmúlt 49 adásban faggatta az interjú alanyait. De most én foglak téged. Nekem már sikerült az élet. Köszönöm a vizuális élményt. Az első kérdésem az, hogy honnan ered az Úton Állok Plusznak a gondolata, illetve hogyha ez a rádió műsornak az adaptációja, akkor mi a különbség, és mi az, ami egyezik a kettőben? Jó a kérdés, és jogos is a kérdés. Alaphelyzetben egyébként próbáltunk egy olyan fajta új média felületet kitalálni, ami nem szokványos. Ugye 3-4-féle média csomaggal rendelkezik a kis birodalmunk üzlettársammal egyetemben, és volt egy olyan fajta rés a pajzson, ami még nem volt betöltve. És arra gondoltunk, hogy egy ilyen beszélgetős, nem túl hosszú, ám de mégis az autósporttal, viszont a szélrózsa minden irányába is kitegintő műsorral valamilyen szinten ezt a rést be lehet tölteni. Innen indult az ötlet, és hát miután a rádió műsor ugye főleg az autósportról, illetve az autósporttal kapcsolatos témákról szólt, egyértelmű volt, hogy a vendégek is természetesen majd innen eretnek, de hála Istennek így az 50. adás környékén elmondhatjuk, hogy volt vendégeink között szépségkirálynőtől kezdve tűzapáig, tűzoltóig is, úgyhogy mindenki. Azt gondolom, hogy ez egy jó csapásirány, és hát törekszünk minél profibb, minél professzionálisabb adásokra, és megpróbáljuk betartani azt a modernkori, mostani internetes verziót, hogy az emberek, a fiatalság, az Y-generáció 3, 4, 5, maximum 8 perces adásokat néz meg, úgyhogy mindig megpróbálunk fejlődni, újítani, megújulni. Ugye 50 adásról beszélünk, az majdnem, hogy 2 éve volt, hogy elkezdődött ugye a műsor felvétel. Tehát nagyjából, hogyha 2 hetente megjelenik, akkor... Össze tudjuk rakni matekból, te mindig jobb voltam. Na de akkor visszatekintve 2 évvel ezelőttre, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket a műsor? Maximálisan. Nagyon jó egyébként a kérdés, mert az elején, amikor elkezdtük, és egy picit még visszábbra kell mennem, hiszen nem árulok el a nagy titkot, hogy van egy kaporszakálló barátom, akit nevezhetek Pótabánnak is, direkt nem mutatjuk meg, mindenki gondoljon a Mikulásra, és mindig valamilyen ötletelések, néha összeveszések, néha kibékülések, egymás építése, egymás emelése, egymás segítése folytán működtek a dolgok, és hát azt lehet mondani a statisztikákból, mert ő Excel táblás, én nem, hogy látszik az, hogy folyamatosan az egész fejlődik. Azt azonban el kell mondanom, hogy olyan nincs, hogy egy adás kész, csak leadható. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, ezt az összes televíziós szakmában lévő ember tudja, hogy egyszer csak azt kell mondani, hogy most, eddig és ne tovább, küld el a szerverre, vagy add le az SD kártyát, vagy vidd be a televíziós házikóba, ahol ezt majd le fogják adni. Tehát, hogy mindig lehet jobbat és jobbat csinálni, de törekszünk arra, hogy az egész tényleg professzionális legyen, úgyhogy én szerintem, és a visszajelzések szerint ez talán a legfontosabb, egész jó dolgot találtunk ki, és miután ez tényleg egy kvázi ilyen egységcsomaggá állt össze, azt kell, hogy mondjam, hogy lesz folytatása. Most egy nagyon pici reklám következik, és akkor jövünk vissza. Újra itt vagyunk, és a következő kérdésem az, hogy van-e létjogosultsága Magyarországon a hazai piacon egy ilyen műsornak? Megint csak király a kérdésre, mert hogy ezek egy picit ilyen diszonáns verziók. Néha azt mondom, hogy nincs, néha azt mondom, hogy van. Természetesen mi inkább a van felé orientálódunk, mert egy olyan űrt tud kitölteni, ami máshol még nem biztos, hogy van. Vannak különböző beszélgetés műsorok mindenféle témában, mindenféle szekcióban, de ezt ebben a verzióban és ilyenfajta körülmények között
még nem csinálta senki, illetve hát szeretnénk minél tényleg jobban csinálni úgy, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam egy mondatban tömören, hogy igenis van létjogosultsága, fejleszteni kell, egy kicsit valamilyen úton, módon mindig megreformálni, megújítani, és valamilyen úton, módon átalakítani ahhoz, hogy még intenzívebb, még pörgősebb, még drasztikusabb és még tenyérbe mászóbb legyen a szó jó értelmében, arról nem beszélve, hogy megfelelő értékes információt adjon át a úton álló plusz nézőinek. Mi alapján választjátok ki a beszélgető partnereket? Nagyon fontos momentum az, hogy mindig más és más közegből húzunk be interjú alanyokat. Természetesen, hogy ezt a kis beszélgetésünk elején említettem, ugye azért a csapás irány az autósport, de azt látjuk, hogy más sportágakból is vannak jelentkezők, úgyhogy tulajdonképpen Magyarország szinte minden tájáról választunk interjú alanyokat. Lehet az sportoló, lehet az a sportban dolgozó, lehet az egy egyszerű munkajogász, vagy lehet egy közlekedésbiztonsági tanácsadó, vagy egy autós oktató, aki segít a téli autózásban. Tehát azt gondolom, hogy tényleg minden irányba el lehet menni, ugyanis csak a beszélgetés irányából kiindulva már az egész egy úton álló plusszá alakul. És ha már jubileumi adás, az 50., akkor a kérdés az, hogy nagyjából 2 év múlva lesz a 100. jubileumi adás. Na, ebben biztosak lehetünk, hiszen az öreg és én abból a fajtából vagyunk, akik nem adják föl sohasem, és az biztos, hogy Ildi is velünk lesz, csak ő fiatalabb lesz, mint mi. Köszönöm szépen az interjút. Legközelebb akkor 2017-ben találkozunk az 51. adással, és nagyjából 2 év múlva lehet, hogy újra itt ülünk, és akkor a 100. jubileumi adásról beszélgetünk. Polgár Ildi volt a műsorvezető. Köszönjük szépen a figyelmet!